Sportoló volt, Ukrajna többszörös amerikai futballbajnoka, kiváló ember. Önkéntesként ment a háborúba, és 2022. október közepén életét vesztette a herszoni ellentámadás során. Sebesült bajtársát mentette a csatatéren. Danilo Bohuslavskit nem felejtették el, és szülőhelyén Ungváron rendezték meg az első összukrajnai flag football tornát, az amerikai foci non-kontakt változatát. Tisztelegni akartunk kollégánk, harctársunk, barátunk Danilo emléke előtt. Ő volt a csapat lelke. Kiváló ember, aki nem tudott nemet mondani, aki mindent megszervezett a csapatban. A tornára Kievből, Nyipróból, Zsitomírból, Vinnyicából, Rivnéből, Lembergből érkeztek csapatok. Összesen 8 férfi és két női csapat szerejét. két egyenként 5 csapatos csoportban. A legjobbak jutottak az elődöntőbe és a döntőbe. A szabályok alapján egy mérkőzés két, egyenként 20 perces félidőből áll. A lényeg ugyanaz, mint az amerikai futballban. A labdát passzolással, futással kell eljuttatni a pálya végére, a pálya másik oldalára. Ezek az akciók. Érnek pontot. A flag football nem egyszerű játék, gyors döntéseket igényel. Rögtön a megalakulása után csatlakoztam a csapathoz. Ez 2019-ben volt. Ez olyan sport, ami nem csak a testnek szól, amikor futsz és elkapod a labdát. Ez az elme játéka is, mert folyamatosan ki kell találni néhány új kombinációt, ki kell találni, hogyan lehet túljárni az ellenféle szín. Tehát ez úgymond az elme és a sport kombinációja. A flag a kemény kontakt a tackle helyett elég az övre erősített két zászló közül az egyiket lerántani az ellenférről. A sportág non-kontakt stílusa lehetővé teszi, hogy különböző nemű sportolók hasonló eséllyel küzdjenek. Ez olyan sport, amelyben mindenki megtalálhatja önmagát, mert nincsenek kor, magasság, súly vagy fizikai korlátok. Ebben a sportágban folyamatosan fejlődhetsz és jobbá válhatsz. A női flatfutball erejéről az ungvári Liszorub is meggyőződhetett. A nyitó mérkőzésen nem minden nehézség nélkül 16-13-ra győzték le a Lembergi hölgyeket. Később sikerült bejutniak az elődöntőbe, ahol a negyedik helyet szerezték meg. A harmadik helyen a Kijevi Kapitál, a második helyen pedig a Vinicai csapat végzett. A győztes pedig a Lembergi oroszlánok lettek. A szervezők remélik, hogy a Danilo Bohuslavský torna hagyományjá válik, hisznek a közösségi médiában közzétett utolsó bejegyzésében is, velünk van a fény.